Az elmúlt szezont Vlatko Gyonovicsal a kispadján kezdte, és Dévényi Jánossal a kispadján fejezte be az NBA 8. helyén záró kisvárdai csapat. A megbízott vezetőedző szerződése lejárt, így helyét a székelyudvarhelyi születésű Bakó Botond veszi át. A 38 éves szakember 26 évesen már a másodosztályi orosházi férfi csapatot irányította, majd ült a Békés és a Csurgó férfi, valamint a Békés Csaba, a Fehérvár KC, a Szeged és a Debrecen női csapatának a kispadján is. Utóbbival érte a legnagyobb sikereit egy bajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint az EHF kupa szerepléssel. Az EHF mesteredzői képesítéssel rendelkező tréner legutóbb az NB1B-s orosházi férfi csapat szakmai munkájáért felelt. A kisvárdai együttes július 8-án kezdi a 8-7-es felkészülését, amely alatt 8 edzőmeccset játszik a csapat. A tavalyi keretből 9-en távoztak, helyükre folyamatosan érkeznek az új játékosok. Az elmúlt héten a legutóbb Kecskeméten szereplő 27 éves átlövő Siska Pálma és a Szombathely csapatával NB1B-ben bajnoki címet szerző 21 esztendős szélső Udvari Laura szerződtetését jelentette be a klub vezetése.